Utazási figyelmeztetést adott ki szinte egész Spanyolországra a német külügyminisztérium a koronavírussal fertőzöttek számának ottani emelkedése miatt. Az intézkedés a német turisták által kedvelt Majorka szigetére is vonatkozik. A remény hal meg utoljára, de ez a hét és ez az egész helyzet nagyon nehéz, panaszolt ez az üzletasszony. A bolt üres, a nyári szezon szörnyű volt, más évekhez képest csak 20% a bevételünk. Tönkre fogunk menni, mert talán be is kell zárnunk, magyarázta ez a boltos. A német figyelmeztetés nem vonatkozik a Kanári-szigetekre. A Spanyolországból Németországba érkezőknek kötelező lesz az úgynevezett PCR-teszt, és karanténba is kell vonulniuk. Németország ingyenes koronavírus tesztet biztosít a repülőtereken. A negatív eredménnyel rendelkezőknek nem kell teljes 2 hétre karanténba menniük.